Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden PPH, a Hunor Trade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös élet- és emberismeret fejlesztő képzésén. Én Türi Beatrix vagyok, a PPH egyik vezetője. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Szeretnék pár szót mondani magamról. Eredeti szakmám vámügyintéző, jelenleg pedig egy jegypénztárosként dolgozom egy cégnél. Mára viszont már a PPH tanulói csapat szervezés és a tevékenységeim közé tartozik. Hegyeshalomban élek, egyedülálló vagyok. Azért kezdtem el a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert a YouTube és egy számomra hírlevelet küldő személy is egy időben ismertette meg velem Szedlacsik Miklós videóit. Egyrészt gondoltam, hogy ez nem véletlen, és jelzésértéket tulajdonítottam a helyzetnek. Én ezeket a jeleket nem szoktam felülbírálni, mivel tudom, hogy ezek égi üzenetek, illetve a lelkemnek az iránymutatásai. Másrészt pedig amúgy is érdekesnek találtam az előadásokat, így hoztam egy döntést, és tanulóvá váltam. 5 év távlatából elmondhatom, hogy egy percig sem bántam meg a döntésemet, sőt életem egyik legjobb döntésének tartom, egy kiváló fejlődési lehetőségnek, és benne van az is, hogy tehetek másokért is, és egy jobb világért. Elmondhatom, hogy a Nyílt Akadémia ember és életjobbító coachképzései által az életemben sokkal türelmesebb és nyugodtabb vagyok, határozottabb lettem, jobban tudok bánni önmagammal, másképp állok a környezetemben lévő embertársaimhoz és a munkámhoz is. A tudás alkalmazásával, egyszerűbb megoldásokkal jobban kezelem az élethelyzeteimet, aminek hatására hangulatom is jobb. És úgy gondolom, hogy az általános jó hangulat a mai világban nagyon fontos. Nőiesebbé és nyitottabbá váltam. Például a jelenleg is egy olyan terület, ahogy én most itt állok és beszélek, ami számomra a komfortzónából való kilépést jelenti. Mivel tagja lettem egy csodálatos közösségnek, értékes emberi kapcsolatokkal is gazdagodtam. Elmondhatom azt is, hogy a képzések által a látásmódom is megváltozott, mivel megértettem a világ és benne az ember és az élet működését. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben teljesen egyedülálló a mi mesterünk, arra jutunk, a vezetésével 4 területen ért el a szervezetünk piacvezető pozíciót. Úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Mesterünk küldetése, az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsik Miklós mesterkócst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Világ jelenlegi alakulásával mennyire vagytok elégedettek? Érdekes dolgok vannak a világban, nem? Például az is érdekes, hogy ugye tudjátok, hogy Európában azért nem jönnek bizonyos márkák, meg bizonyos automárkák, mert hogy itt Euró 6 van. Máshol nincsenek ilyenek. Tehát ami azt jelenti, hogy vannak olyan autók, amelyik
olyan autógyárak, amik nem akarnak megfelelni ennek a Euro 6 követelményeknek, és ezért inkább nem jönnek Európába. Tehát ugye ez a világ nagy részén nincs ilyen elvárás, hogy Euro 6, ez nem véletlenül Eurónak nevezik, mert Euro 6. Tehát itt Európában szivatják ebben az autógyártókat és a lakosságot igazából. Főleg most ez egy érdekes dolog, mert ha megnézed, tehát így innentől kezdve ugye nem olyan régtől beindult a fűtési szezon, bár most úgy viszonylag jó idő van, de hát lesznek itt még hidegek, és az emberek egy jó része mindennel fog fűteni ám. Mindennel. A műanyag is jól ég, mert kőolajból van. Egyik úgy mondom. Érted? És hát jó, a gumit föl kell szeletelni, de a műanyagot azt annyira nem kell. És kiválóan fog égni a műanyag, érted? Mondom, mert kőolajból van, úgyhogy az jól ég. És most gondoljátok végig, itt lesz olyan környezetszennyezés, mostanában ugye ritkán fordult elő, hogy lehetett érezni télen fűszagot, de hogy az idén már, idéntől lesz fűszag, az hód biztos. Tehát ugye lehetett látni, hogy régen mennyi idő alatt feketedtek be a piros cserepek, gyakorlatilag egy pár év alatt. Ugye mostanában ez sokkal lassabban történt meg ez, hogy a piros cserepek besötétedjenek, majd most megint ez lesz, érted? Mert hogy sok koszt, tehát hogy kormot, meg egyéb mindenféle nyavaját fognak a fűtéssel beengedni a levegőbe, az biztos, és akkor itt szórakoznak az autókkal. Nem érdekes? Tehát például a Lada is kiment, ugye Európából, tehát Nyugat-Európából, az EU-ból, mert nem akar megfelelni az Euro 6-nak. Az Euro 5-nek még ugye megfelelt a Lada, de az Euro 6-tal már azt mondta, hogy akkor inkább kivonulok Nyugat-Európából. Tehát ezért ugye, ahol kötelező az Euro 6, ott nincsen Lada. Nincsen, de máshol a világon simán tud Lada lenni. Mert nincs ilyen szivatás, mint amivel az európaiakat szivatják. Csak azért, hogy világosan lássuk, hogy nem csak azzal szivatják az európaiakat, amiről ugye az emberek úgy gondolják, hogy szivatják, hanem itt más dolgokkal is. És akkor amelyik autógyártó meg akar felelni az Euro 6-nak, az ugye behozza Európába az autóit, a többinek meg nem kell. Tehát az ugye egy újabb technológia, hogy mondjuk ilyen Euro 6-os feltételeknek kell megfelelni, és ugye tovább léptek az Euro 5-ön, de hát máshol nincsenek ilyen feltételek, hogy kötelező ezt berakni, és akkor csodálkoznak, hogy például ezen a környéken, itt Európában ugrásszerűen megnövekedett az allergiások száma. Tehát én most azokra az allergiásokra gondolok, nem az ételallergia, hanem a levegő allergia, tehát a pollen allergia, jó? Tehát, mert ugye vannak a dízelautók, és ugye a dízelautóknál nem volt ilyen részecskeszűrő, meg ilyen hülyeségek. Ez szó szerint hülyeség, igen, és akkor ezáltal mit csinált a dízelautó? Az kipufogta a kormot, de mivel nagy koromszemcséket pufogott ki, ezáltal a korom rögtön mit csinált? Leszállt, mert nehéz a fajsúlya a levegőhöz képest, és rögtön leszállt. Most ezekkel a szűrőkkel úgy oldották meg, hogy ilyen mikronnyi részecskéket pufognak ki ugye a dízelautók, ami körülbelül a fajsúlya az megegyezik majdnem a levegőjével. És akkor az azt jelenti, hogy lebeg. És azt csinálja, hogy a pollenek mindig is voltak, de nem voltak az emberek
allergiások a pollenre. És ugye azért allergiások most, mert ez a lebegő korom, ez felbontja a pollennek a burkát. Tehát hogyha úgy lélegezné be az ember, hogy ez a burok nincs felbontva, akkor semmi gond nincs, akkor simán működik az ember. De hogy fölbontja, ezáltal hozza létre az allergiás tüneteket. És addig, míg a dízelautók pufoghattak, addig nagy koromrészecskéket, addig nem volt probléma. És azóta, mióta ilyen mikronnyi részecské, tehát ez az Euro 3-tól indult ez az egész, és onnantól ugye egyre inkább Euro 4, Euro 5, Euro 6 egyre kisebb részecskéket pufog ki a dízelautó, és annál könnyebb ugye az a részecske, és annál inkább lebeg, és ugye növényekkel találkozva fölbontja a burkot, és kész az allergiás tünet. Az érzékenyebb emberek allergiás tüneteket érnek el ettől a dologtól. Ennek tudományosan utána nézhetsz egyébként simán, tehát ez tudományosan meg van alapozva, hogy ez így van, de itt Európában erre, bocs, hogy így mondom, csesznek, érted? Tehát ami azt jelenti, hogy hadd betegedjenek az emberek, legalább venniük kell, így gondolják, legalább venniük kell allergiaellenes gyógyszereket, érted? És akkor a gyógyszeriparnak az még jobb. Tehát ha azt gondolod, hogy csak azzal szivatják az európai embereket, amit a médiában hallott, hogy vannak ugye ezek a szankciók az oroszok felé, és nem kapunk ezáltal ugye energiákat, meg alapanyagokat, hát nem csak ez a probléma, hanem itt az európaiakat ilyen dolgokkal is szivatják. És akkor ugye van egy másik dolog is, nem teljesen ehhez kapcsolódva, ugye tudjuk, hogy vannak olyan áramforrások, ami kevésbé légszennyező. Ugye vannak olyan áramforrások, nem tudom, tudod-e, hogy egy családnak az áramforrását, erről már ezelőtt 25 éve hallottam, egy családnak az áramforrást egy ilyen hordónyi olyan önjáró szerkezettel meg lehet oldani az áram ellátását, úgyhogy nyilván akkor avval fűtene is a család, hogy gyakorlatilag el van indítva ez a motor, és akkor örökké jár. Ez egy perpétum mobile gyakorlatilag, és addig áramot termel, azért jár örökké, mert nincsenek benne csúszóalkatrészek. És gyakorlatilag ez már fel van fedezve, vagy 25-30 éve, érted, hogy minden családnál el lenne rakva egy ilyen készülék, és onnantól kezdve az áram és a fűtés ellátása meg lenne, ha elektromosan akarna fűteni, ingyen. Mikor ezt a, ez egy ilyen készülék, ilyen 1-2 millió volt annak idején. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy ha most egy napelemes rendszert valaki telepítene, egy napelemes rendszer megtérülése, ha nincs állami támogatás, már pedig a gyerekek, kisgyerekek kellettek, hogy legyenek állami támogatásokra, akkor kb. 10 év mire megtérül. 10 év. Tehát ami azt jelenti, hogy 10 év múlva meg már szépen az egész ugye tönkre megy. Érted? Tehát ami azt jelenti, onnan tudom, hogy ugye mi 85-től elektromos fűtéssel fűtünk. És ugye mindig megtaláltak, és mindig utána jártam, már onnantól, hogy lehet napelemet telepíteni, mindig utána jártam, hogy mennyi idő alatt térülne meg. És
Most próbálják az embereket átállítani mindenféle másfajta fűtésre a gázról, de arról nem szólnak egy szót se, hogy a leggazdaságosabb megoldás nem a fűtéskorszerűsítés vagy egy fűtés átállás, hanem a hőszigetelés, azon belül a belső hőszigetelés, nem a külső, mert a külső hőszigetelés esetén a falat föl kell fűteni, a belső hőszigetelés esetén csak a levegőt kell fölfűteni. Világos ez? Ami azt jelenti, hogy egy belső hőszigetelés megtérül kb. Ha te csinálod, akkor 2-3 hónap alatt. Ha nem te csinálod, mert a belsőt meg tudod csinálni te is. Ha nem te csinálod, és még a festeted is, vagy tapétáztatod is ugye a belső hőszigetelésedet, akkor mondjuk egy szezon alatt megtérül, tehát fél év alatt. Érted? Semmi nem térül meg, semmilyen átállás nem térül meg egy szezon alatt. Ha te fűtéskorszerűsítesz, kiszámoltam, az is 6-7 év mire megtérül egy fűtéskorszerűsítés. Bármilyen legyen az. Most átállnak fára, erre, arra, ilyen olyan tüzelésre, gázról, az megint jó idő, mire megtérül. Oké? Tehát a legjobb, tehát van példa, nálunk például belső hőszigetelés van, de van példa olyan, hogy külső hőszigetelés és belső hőszigetelés egyházon belül. Oké? És ott, ahol belső hőszigetelés van, ugyanolyan fűtés mellett 2-3 fokkal melegebb van. Oké? Mert a falak, tehát a hungarocelt megfogod, kiviszed mínusz 20 fokba a hungarocelt, ráteszed a meleg kezedet, és nem hideg a hungarocel. A mínusz 20-ban sem. Világos ez? Tehát bármikor megfogsz egy bármilyen hőmérsékleten egy hungarocelt, az bizony, nikecel úgy is lehetne mondani, az bizony nem hideg. És ezt már gyerekkorunkban tudtuk, amikor új palotát építették. Mert új palotánál építésénél sok hungarocelt használtak föl, azt ott játszottunk a hungarocellel. Szóval a lényeg az, hogy az embereket nem arról tájékoztatják, hogy nekik valami jó legyen. Meg úgy csinálják, itt Európában legalábbis ez így van. Nem úgy működnek, hogy az embereknek itt Európában jó legyen. Hanem ugye ha megnézitek, földrajzilag a legbiztonságosabb kontinens, vajon melyik? Európa. Tehát földrajzilag az összes közül a legbiztonságosabb kontinens az Európa. Itt nincsenek tájfunok, meg tornádók, meg ilyenek. Ha egy forgószelet kineveznek tornádónak, egy orkánt. Most már orkánt azt ki szokták nevezni, tudod, az orkán ugyanúgy pörög, mint a tornádó. Csak a sebessége az közel nem akkora, mint egy tornádónak. És így simán, ugye orkánok Magyarországon mindenütt voltak, vagy mindig voltak, akarom mondani, nem mindenütt, hanem mindig voltak. Most már az nem orkán, az tornádó. Hát, hogy jobban ijeszgessék az embereket. Tehát ugye tornádó az ugye Amerikában van, a másik az meg Ázsiában, mit tudom én, hogy hívják a másikat. Hurikán, igen. Vagy a hurikán, vagy mit tudom én, mindegy. Szóval a lényeg az, hogy melyik hol van, tök mindegy, forgószél, az is csak nagyon pörög. Szóval gondold végig, hogy itt nincsenek ilyenek. Nincs monszun, ritkán van hatalmas vízesés, ritkán van hatalmas hómennyiség, ritkán vannak Európában földrengések, máshol szoktak. Tehát ha megnézed, földrajzilag a legbiztonságosabb környék Európa. És mintha úgy tűnne, hogy az európai őslakosságot el akarnák tüntetni Európába. Szó szerint mit csinál a fehér ember? A fehér ember azt csinálja, hogyha betelepítenek mindenféle népséget,
akkor fogja és a fehér ember elköltözik valahova a világ másik részébe. Szó szerint ezt szokta csinálni, ezért vannak a világon rengeteg fehér ember itt ott, ott, mert valami baj volt, lehetett az háború vagy gazdasági nehézség vagy bármi más, akkor a fehér ember mit csinál? Fogja és odébb áll. Miért? Mert alapvetően a fehér embernek az volt a küldetése, hogy ne állapodjon meg egy helyen. Mert a fehér embernek mindig magasabb volt a tudás szintje, mint az egyéb népnek, és azért nem kellett egy helyen megállapodnia, hogy a tudást azt tovább vigye a bolygóra. Oké? És ezáltal a fehér emberben van egy ilyen vándorlási ösztön, mint amit jól látjátok, hogy simán fogják, azt kiköltöznek külföldre, vagy kimennek dolgozni, vagy vissza se jönnek, vagy visszajönnek, az már egy kérdés. Nyilván, hogyha nehézségek vannak az adott országban, akkor vissza se mennek. Szóval ez csak, hogy átlássuk a dolgokat, mintha arra menne ki az egész, hogy az egész történet, hogy a fehér embert azt innen kipaterolják Európából, érted? Szerte szana szét a világba. És utána mi lesz? Ugye, hogy ha megnézed, mondok példát, hogy lássátok, miért barnultak be a déli népek, európai déli népek? Nem azért. Ha egy fehér ember napon van, akkor vagy leég, vagy ugye télre kifehéredik. Akárhányszor történik ez a fehér ember, akkor is kifehéredik, érted, télre. Na most, és nem nagyon bírja az igazi fehér ember, az nem nagyon bírja a napot. Na most megnézed, akkor miért barnultak be a déli népek? Nagyon egyszerű, mert az egész déli régiót az arabok régen birtokukba tartották. Oké? Tehát az egész déli régió az régen arab terület volt. Ami azt jelenti, hogy mit, és évszázadokon keresztül, mi történik akkor, amikor évszázadokon keresztül keverednek a népek? Hát keverednek, szó szerint. Szó szerint, keverednek. És akkor a fehér összejön a barnával, aztán utána lesz belőlük egy nem olyan barna, egy világosabb barna, érted? Egy világosabb barna, mert ugye a déliek nem olyan barnák, mint mondjuk az arabok. Oké? Hanem valamivel világosabbak. De nem annyira világosak, mint a többi európai, az közép vagy észak-európaiak. Tehát ami azt jelenti, hogy összekeveredtek. És pont ezt akarják, hogy a fehér népek összekeveredjenek a barnákkal, a feketékkel. Oké? Hát a sárgákkal annyira nem, azok messze vannak, tudod? Tehát azok messze vannak, meg azok vannak amúgy is elegen, ugye ők vannak a legtöbben. Szóval, ha végig gondolod, hogy ez, amit most elmondtam, ez mennyire logikus, miért kell a fehér embert összekeverni barnával? Hát nekem az totál meglepő volt, amit például megcsinálhattak a spanyolokkal, a görögökkel, az olaszokkal az elmúlt két évben. Vagy az elmúlt években. Tehát ami azt jelenti, hogy ha egy fehér ember bekeveredik egy barnával, vagy egy feketével, vagy netán egy sárgával, az ritka egyébként. Sokkal ritkább, mint a fekete és fehér, vagy barna és fehér ugye összejövetelük. És tehát, hogyha összekeveredik, akkor onnantól kezdve a gyerek az már meg, tehát a fehér az a többi néphez képest sokkal öntudatosabb. Tehát kevésbé, tehát nem lehet a fehér népeket diktatórikusan hosszú távon irányítani, mert felkelnek a diktatúra ellen.
Világos ez? A barnákat, feketéket és sárgákat, ha megnézed, csak diktatórikusan lehet irányítani. Tehát ott a demokráciák nem működnek. Sehol. Megnézed, nem lehet demokratikusan irányítani őket. Mert túlságosan ilyen olyanok, akiket mondom, ilyen-olyan okból lehetne sorolni, csak hadd ne mondjam el, ilyen-olyan okból csak diktatúrával lehet őket irányítani. Hát nézd meg, nem, nézd meg a sárga országokat, a barna országokat, a fekete országokat, szinte mindenütt diktatúra van. És csak nagyon rövid ideig próbálgatják a demokráciát, az bedől. Érted? A fehér embernél pedig a diktatúrák dőlnek be, mert azt meg nem lehet diktatúrával. Tehát az azt jelenti, hogy öntudatosabb. És ha születik egy barnának, meg egy fehérnek egy gyereke, akkor az már kevésbé öntudatos lesz. Világos ez? És el akarják venni az öntudatosságot, de miért? Hát nagyon egyszerű. Hát miért nem akarják, hogy a fehér ember megmaradjon fehér? Mert ha egy diktatórikus világhatalmat ki akarnának alakítani, vagy európai hatalmat, vagy bármilyen hatalmat, akkor a fehér emberre nem lehet. Hosszú távon. Érted? Nem lehet. És akkor össze kell keverni a népeket. Oké? És ahhoz, hogy összekeverjék a népeket, szivatni kell azokat az embereket, akik együtt élnek, ugye egy területen élnek. És ráadásul mivel a legbiztonságosabb, ugye Európa, ugye, hogy is fejeztem ki az imént? Földrajzilag, igen, a legbiztonságosabb, köszönöm szépen. Ezáltal ugye az a jó, hogyha a fehér emberek minél távolabb kerülnek Európától, ott asszimilálódnak, összekeverednek, és akkor ide meg lehet beküldeni az egyéb népeket. Oké, és azok is majd fognak keveredni természetesen a még itt maradtakkal, vagy egyéb másokkal. Jó? Szóval, tehát nem feltétlenül csak az van, amit ugye a médiában látsz, azért itt a háttérben egy kicsit több van, mint amit látsz. És hát nézd meg csak, hogy az elmúlt 10 évben, vagy 15 évben hány millió fehér ember hagyta el a hazáját. Tehát szerintem a történelem során soha nem hagyta el ennyi fehér ember a saját hazáját. Még akkor is, ha fehér területre költözött, de soha a történelem során nem volt ennyi fehér ember, aki elhagyta a hazáját. Oké? Tehát, hogyha ezzel kapcsolatban csinálnának egy statisztikát, nyilván nem fognak. Akkor kiderülne, hogy hányszorosa hagyta el a hazáját Európában, ahhoz képest, mint mikor a legnagyobb népvándorlások voltak, érted? Mert ugye volt népvándorlás a háborúkor, tudod, akkor sokan elhagyták a hazájukat. De ebben az időszakban jóval többen hagyták el. Tehát itt az a lényeg, hogy hazájukat hagyják el. És van ebben kapcsolatban két dolog. Hogyha a két dolog, ami ahhoz kell, hogy az ember ne éljen boldogan. Tehát az egyik, hogy ha nem az, hogy kapcsolat. Mi a manó? Nem jut eszembe a szó. Na mindegy. Most durván fogalmazva, aki megszakítja a kapcsolatát a szüleivel, oké? Tehát inkább azt mondom, hogy
nem kapcsolat, hanem elhagyja a szüleit. Jó, tehát most úgy értve elhagyja, hogy nyilván mindenki elhagyja a szüleit, vagy majdnem mindenki elhagyja a szüleit, de az azt jelenti, hogy rendszeresen találkoznak. Tehát ugye mi is elhagytuk a szüleinket, de nagyon rendszeresen találkoztunk, és nem évente egyszer, hanem sokkal, de sokkal sűrűbben. Mint a én gyerekeim is, ugye elkötöztek, ugye a Gergőjék elkötöztek, Levente is, de rendszeresen találkozunk. Tehát ami azt jelenti, hogy most nem ez az elhagyás, hanem amikor ugye szakít a szüleivel. Tehát végleg szakít a szüleivel. Jó, ez az egyik. Másik meg, amikor végleg szakít a hazájával valaki. Na, ez a két dolog, tehát hogyha erre van egy pontos megfogalmazás, de jó Istennek nem jut eszembe. Mindegy, nem érdekes. De ez a lényege, hogy az nem lesz boldog. Tehát aki elhagyja a hazáját, vagy tehát szakít a hazájával, vagy már ugye más az, hogyha valakit üldöznek, és ezáltal ugye elhagyja a hazáját. Tessék? Gyökerek, ez az. Tehát a szakít a gyökereivel. Így van, köszönöm szépen a szót. Így van megfogalmazva. Tehát aki szakít a gyökereivel, az nem lesz boldog. Két gyökerünk van, a szülők, a hazánk. Érted? Tehát most a hazánk ugye az nem azt jelenti, hogy mit tudom én, fogja az ember és mit tudom én, volt egy háború és átrajzolták a határokat, és ezáltal mit tudom én, elcsatoltak bizonyos területeket, és akkor az már nem annak az országnak a területe. Érted? De ott maradt egy csomó olyan ember, aki az anyaországhoz tartozó néphez tartozik. Tehát most gyakorlatilag, ha megnézzük, ugye ez 1000 éven keresztül volt Magyarország, sőt nem 1000 éven keresztül, mert 7000 éven keresztül volt hun terület, a Kárpát-medence. Tehát onnan tudni, hogy a Kárpát-medence hun terület volt, és hogy magyar terület volt azelőtt is, mielőtt ugye a magyar az 170-től, Krisztus után 170-től létezik, mint magyar, mint nép. Ugye onnan alakult ki, addig mint nép olyan, hogy magyar nem létezett. A magúr az azt jelenti, hogy az egy vallás, és ugye egy egyisten hitű vallás, és maga a hun nép az pedig 7000 éve birtokolja a Kárpát-medencét. A Kárpát-medencét. Tehát onnan tudni, hogy a Kárpát-medence az egy egységes földrajzi terület, és egységes területnek, akár országnak is ugye tekinthető, mert ugye a magyar nyelv az gyakorlatilag nem sokat változott az évezredek során. Tehát ha előszedünk egy ősi hun nyelvet, és akkor magyarul elég szépen olvasható. Érted? Hát nyilván, hogyha a rovásíráshoz is ért az illető természetesen. És akkor rovásírás gyönyörűen, több ezer éves rovásírás simán lehet nagyjából elolvasni magyarul. Na, ilyet nem tud a világon semmilyen név produkálni. Érted? Semmilyen név. Na most csak úgy mondanám, hogy rovásírással a vikingek fölrottak egy kőre dolgokat, és magyarul olvasható. Mert csak úgy mondanám. Oké? Na most, és ez nem nacionalizmus, most nehogy félreértsem valaki, és akkor itt, mit tudom én, népimádat, vagy mit tudom én, hanem ez tény, ezek tények.
Tehát a magyar nyelv változott a legkevesebbet a történelem során. Miért? Mert a Kárpát-medence az egy egységes terület volt. Oké? Ami azt jelenti, hogy ezáltal nem nagyon volt behatás kívülről. Azért változott meg egy nyelv jelentősen, mert rengeteg külső behatás érte. Magyarul rengeteg olyan ember települt be, akár többségbe kerültek, akik ugye az ő nyelvüknek a szavait, nyelvjárását bevitték abba a nyelvbe, és ezáltal nagy mértékben változott az a nyelv. Na most magyaroknál is változott a nyelv, főleg Kazinczy nyelvújításának köszönhetően változott egyik legtöbbet. Jó, nem bántjuk azért Kazinczyt, mert ha nem csinálta volna meg ezt, akkor lehet, hogy az életébe került volna, hogyha nem csinálja meg. Tehát ott kényszerítették Kazinczyt, hogy csinálja meg a nyelvújítást, az osztrákok. Jó, tehát kényszerítették. De mindegy, ez mellékes, de akkor is volt egy nyelvújítás. Igazából a nyelvújítást egyedül a csángók nem élték meg, mert azok kiestek ugye a akkori Magyarország területéről, és ezáltal rájuk nem vonatkozott, tehát az nem volt osztrák terület, a csángóföld. És ezáltal ugye ott nem tudták érvényesíteni a nyelvújítást, hogy innentől kezdve ezt kell figyelembe venni, ott nem tudták. Ezáltal megnézed, a csángók nem teljesen úgy beszélnek, mint mi. Jó, tehát ezért, mert rájuk nem vonatkozott a nyelvújítás. Tehát hogyha mi ránk, tehát itt nem lett volna egy nyelvújítás, akkor úgy beszélnénk, mint a csángók körülbelül, és ami sokkal jobban hasonlít a mondjuk 1000 éves halotti beszédhez, amit magyarul tudsz olvasni, érted? Jó, és sőt, meg lehet érteni, hogy mi van benne a halotti beszédben, és mit akarnak mondani, ami 1000 éve lett írva. Szóval ebből látni, hogy maga a Kárpát-medence az egy egységes terület volt, és 7000 éve hun terület. Tehát 7000 éve hun terület. Na most, ezt ugye miért mondom? Hogy azért mondtam, hogy megnyugtassam azokat, akik, mit tudom én, mondjuk a Felvidéken, vagy Délvidéken, vagy Erdélyben, vagy stb. Élnek magyarként, vagy éltek magyarként, hogy gyakorlatilag a Kárpát-medence egységes területén születtek, így is, úgy is. Na most, ha megnézzük, és még mindig megnézzük, a Kárpát-medencébe a legnépesebb nép, az még mindig a magyar. És nem a román. Oké? Okay? Tehát még mindig. Tehát még mindig a magyarok beszélnek, tehát a magyarok vannak a legtöbben ebben a Kárpát-medencében, annak ellenére, hogy próbálták ugye az asszimilációt megcsinálni, tehát ami azt jelenti, hogy azoknál az országoknál, ahol lecsatolták ugye Magyarországról, ott erőteljes nyelv kényszerítés van, hogy változtassanak nyelvet, meg változtassanak ugye nemzeti hovatartozást. Jó, és hát nyilvánvaló, hogy ott is sokat jelentett, hát az házasodások, hogy nem ugye nemzetbélivel házasodtak az ottaniak jelentős része. Na szóval lényeg, hogy egy érdekes világban élünk, nem tudom, tudjátok-e, hogy hát nyilván a régiek tudják, hogy elég sűrű jóslat van avval kapcsolatban, hogy egy magasabb rendű tudás a Kárpát-medencéből fog elindulni. Ez, én olyan 7 ilyen tudás, ilyen jóslatot olvastam már itt a tanulmányaim során,
ami annyit jelent, hogy ennek van egy múltja, hogy miért pont ugye innen kell elindulni. Tehát volt egy hun központ, az Mongólia, Kína környékén volt, ezt úgy hívták, hogy Ordosz. Ez egy település volt, ez egy nagyváros volt, nagyon régen, tehát sok ezer évvel ezelőtt, az volt a hunok központja. A második központ, ahol az egyik legtöbb hun élt, az a Kárpát-medence volt. Tehát mikor honfoglalás volt, ugye amit tanultunk a történelemben, hogy a magyarok honfoglalása, az nem honfoglalás volt, tehát a hunoknál volt egy olyan szokás, hogy a hun férfiak elmentek és más törzsekbe kerestek asszonyt, oké? Távoli körzetekbe lévő hun törzseknél kerestek asszonyt, és fogták, és sok-sok hun férfi, aki párválasztást akart, fölkerekedett, és elment egy távoli hun törzshöz, hogy magának feleséget találjon. Miért? Hát hogy ne legyen hát ilyen vérfertőzésszerű, tehát ne a unokatestvérekkel meg stb. Házasodjanak, érted? És Árpádék is ezt csinálták éppen, jó, maradjunk ennyiben. Tehát fogták, fölkerekedtek, és jöttek párt választani. És akkor megtetszett nekik ez a terület, azt itt maradtak. Ennyi. Világos ez? Tehát ez a terület akkor is sokkal szebb volt, mint Ukrajna területe. Érted? Szóval lényeg az, hogy ugye ez volt a honfoglalás. Tehát itt nem volt honfoglalás. Tehát a hunoknál ez szokás volt, a kalandozás. Ugye tanultuk is a történelembe a kalandozást, hogy mentek, de nem elsősorban azért, hogy hódítsanak, eszükbe se jutott a hódítás, hanem nőket hódítsanak, érted? Tehát hogy ott találjanak távol társt, így van. Jó, és ezért ugye, mivel össze-vissza járták a hun területeket, hát nem véletlenül, gondold végig, egész Európában és a világ nagy részén vannak magyar nyelvű települések, érted? Tehát rendes, echte magyar. Tehát például a Berlin, azt a hunok adták annak a városnak, érted? Berlin. De nem azért, mert hun város volt, hanem ők nevezték el. Csak most mondtam, akkor ugye a portugálok azok a parti gallok. Oké? Tehát a parti gallok lettek a portugálok. Madagaszkár, hát ott van benne, hogy mada, magyar. Érted? Tehát végig az egész, megnézed, ha rákeresni az interneten, hogy a világon hol vannak magyar elnevezésű városok, meglepődnél. Meglepődnél. Tehát ami azt jelenti, hogy szerte a világban a hunok azok jártak. Tehát nem a magyarok, a hunok. A hunok jártak, keltek. Miért? Nem csak csaja. Tehát ez volt a fő dolog, hogy a férfiak mentek és párt választottak. De volt egy másik szerepük is, hogy egy magasabb rendű tudást juttassanak el azokra a helyekre, ahol alacsonyabb rendű a tudás. Világos ez? Tehát ezáltal, hogy kalandoztak, hát az is egy kalandozás, hogy elmész csajozni, nem? Nem kalandozás? Nem úgy, hát amikor még legény vagy, amikor legény vagy, akkor nincs, aki megtudja, amikor legény vagy, nem akkor jártak kalandozni, amikor már öregek voltak, vagy idősebbek, vagy megállapodottak, hanem akkor, amikor fiatalok voltak, még legények. És
ezáltal ugye az volt a jó, hogy minél távolabb menjenek el, mert annál kisebb az esély, hogy valami fajta vérrokonság legyen. Na most gondold végig, azért annak idején könnyebben lehetett vérrokonság, hát mert sokkal kevesebb ember volt a bolygón. Hát gondold végig. Hát persze, ami azt jelenti, hogy hamar el lehetett érni azt, hogy rokonok házasodjanak egymással egy területen, mert kevesen voltak, és sok gyerek született. Hát nyilván sok is meghalt, de sok gyerek született. Tehát ami azt jelenti, hogy nem úgy volt, mint most, hogy van 7-8 milliárd ember, érted? Hanem mit tudom én, itt egész Európában volt pár százezer ember, érted? Egész Európában. Mit tudom, Európában, Ázsiában együtt volt, mit tudom, 1-2 millió, érted? Tehát ez olyan, mintha Magyarország egy zárt terület lenne, érted? És élne mondjuk 1 millió ember. Már itt évszázadok óta, akkor gond, és nem jöhetnek be idegenek. Gondold végig, akkor hát már itt is keveredett volna a vér rendesen, úgy értve, hogy azonos vér. És akkor ugye tudjuk, hogy ahol a, ugye vannak ezek a vérfertőzések, hát abból betegségek alakulhatnak ki. Örökletes betegségek is akár. Tehát ott ahhoz, hogy ne legyen ez a vérfertőzés, messzire kellett menni, mert kevés volt az ember a Földön. Világos ez? Logikus, nem? Nem mehettek át, hogy na, akkor átmegyünk a szomszéd faluba. Hát a szomszéd falu is már félig övék. Mármint az ő rokona volt, érted? Hát ez ennyi. Mint ugye én lemegyek Szabolcsba, azt a fél falu a rokonom. Érted? Szó szerint. Szó szerint. Érted? Most gond, pedig 1000 fő fölötti a falu. Jó, nagy része az távoli rokon, de ha én összeszámolnám azt, aki nem távoli, csak abba a faluba több mint 100 embert számolnék. Érted? Persze, könnyű lenne belefutni olyan emberbe, akivel rokon vagyok. És akkor szépen eltávolodtak egymástól. Jó, tehát lényeg az, hogy ugye innen kell eljutni egy magasabb rendi tudásnak. Miért? Mert ez úgy működik, hogy annak idején a hunok megfogadták azt, kiknek? Az isteneknek. Nem vicc. Megfogadták azt. A fogadalom az nagyon fontos, mert az odafönt elkötődik. Megfogadták azt, hogy egy magasabb rendű tudást juttatnak el a népekhez. És most gondold végig, ez úgy is működött, hogy elmentek valamikor, elvittek valami magasabb rendű tudást, majd jöttek oda olyan népek, amelyik alacsony rendű tudással rendelkeztek, és akkor keveredtek, akkor romlik a magas rendű tudás aránya is. Ha megnézed, a bolygónként pont ez van. Tehát ami azt jelenti, hogy utána megint el kellett menni, és megint el kellett vinni a magasabb rendi tudást, nyilván nem most 20 évről van szó, hanem mondjuk 50 év múlva, vagy 100 év múlva. Érted? Ezáltal állandóan menni kellett kalandozni, hogy a magasabb rendű tudást vigyék el az emberiség számára. És ezt csinálták Istvánig. És István megállította ezt, és azóta van egy nagy probléma, mert a fogadalmunkat nem teljesítettük. És ez úgy van, hogyha a fogadalom nincs teljesítve, akkor annak negatív következményei lesznek. Oké? Tehát az milyen negatív következménye? Az azt jelenti, hogy a fogadalmak nem teljesítése az valamilyen átkot hoz. Na most az átok a mai világban nem úgy nevezik az átokot, hogy átok, hanem úgy nevezik, hogy probléma. Oké? Tehát a mai világban ezt problémának nevezik. És ezért van az, hogy hát 1000 éve elég nagy problémáink vannak István óta.
Mert nem teljesítjük a küldetésünket. Tehát gondoljátok végig, 7000, tehát innen visszaszámolva 7000 évvel ezelőtt, tehát Krisztus előtt 5000-től, tehát az a vízözön környéke, onnantól egészen Istvánig teljesítette a hun nép ezt a küldetését. És 1000 éve nem teljesíti. Hát azért, mert azt gondoljuk, hogy van egy fogyasztói világ, akkor most már az embernek az a küldetése, hogy fogyasszon. De óriási tévedésben él, aki azt gondolja. Minden népnek ezen a bolygón van küldetése. Attól, hogy nem tanították, ha mit tudom én mondjuk, tételezzük fel, Romániába születtél, és nem tanították, hogy a román népnek mi a küldetése, az a románok baja. De a magyaroknak tanítani kellene, és tanítani kellett volna, és ha eddig nem tanították, akkor én tanítom, hogy az a küldetése, hogy egy magasabb rendű tudást vigyél el mások számára. Világos ez? Hát azt hiszem, rá is szorulna az emberiség a magasabb rendű tudásra, nem? És ugye minden jóslat azt mondja, hogy a magasabb rendű tudás az ugye ezen az idő környékén innen fog elindulni, tehát az évforduló után ugye innen fog elindulni. Mindezt mondja. Bár ugye tudjuk, hogy van egy betoldás a történelemben, egy évszám betoldás, de ebből a szempontból mindegy, mert akik jósolták, azoknak a nagy része már a betoldás utáni időszakban született. Oké? Tehát ezáltal tök mindegy. Így van. És ezért igazából nem is veszik figyelembe, sőt próbálják ugye eltitkolni a magyar történelmet, mert a magyar történelem az pontos leírásokat és pontos dátumokat ír, és a dátumoknál ugye azok is ott vannak, hogy példaként mondanám, jó, de ez kell egy kis segítség, mindjárt mondom, hol az F betű, megvan, és mindjárt, ahol van, igen, ugye azt tudni, hogy Attila 453-ban halt meg. Tehát Krisztus után 453-ban. Attila fia Csaba. Csaba fia Ed. Ed fia Ügyek. Ügyek fia Előd. Előd fia Álmos. Álmos fia. Na, Álmos fia. Árpád. Így van. És Árpáddal hol tartunk? 896-nál. Oké? Okay? Na most akkor számolgassuk már egy kicsit. Egy generáció az 25 év. Na akkor adjuk. Csaba. 17,72 generáció. Tehát Csaba. Csaba, Ed, Ügyek, Előd, Álmos, Árpád. A 150 év. Max. Oké? Okay? Ha 25 évenként születtek. Márpedig akkor általában hamarabb születtek a gyerekek, mint 25 év. Oké? Okay? Na most, ami azt jelenti, hogy 453-hoz adjál hozzá 150 évet. Az 600. És akkor miféle 896-ról van szó? Hova lett 300 év? Tudjátok, mennyi hiányzik?
azt mondja, hogy 614 és 911 közé rakták be, azt számolt ki hány év? Az 297 év. És azért, hogy meglegyen a 300 év, beraktak még 3 évet. Tehát 297, és még beraktak 3-at. És akkor így meglett a 300 kereken. Tehát gondold végig, hogy az azt jelenti, hogy 300 év, akkor háromszor annyi, akkor mind 75 évesen született. Mármint szült. Csinált gyereket. Érted? Tehát az Attilának, tehát a Csaba meg Attila közt 75 év különbség van születésben. Akkor Csaba és Ed között megint 75 év. Akkor Ed és Ügyek közt megint 75 év, Ügyek és Előd között megint 75 év, Álmos és, vagy Előd és Álmos között megint 75 év, és Álmos és Árpád között megint 75 év. Tehát ez kizárt. És akkor ugye erről a Illig írt egyszer egy könyvet, egy német ugye emberke, tudományosan hát bebizonyította, hogy ugye, hogy maga az egész, ez a Nagy Károly, meg a avarkor, az úgy, ahogy kitalálmány az egész, az nem volt. Tehát nem volt ilyen. Tehát olyan, hogy Nagy Károly nem létezett. Ráadásul ugye tudományosan alá van támasztva, mert valahogy pont ebbe a két időszakba nem találnak leleteket. Tehát ebben a két időszakban nincsenek leletek. Tehát 614 és 911 közötti leletek nincsenek. Ezáltal próbálnak hamisítani oda leleteket, tudod. A legjobb hamisítás mindig a történelemben az írás. Hogy találtunk ilyen írást, olyan írást, amolyan írást. Az a legjobb. Mert azt lehet hamisítani. Azt a legkönnyebb hamisítani, az írást. Oké? Tehát, ha megnézzük, az Árpád ház az 1301-ben halt ki. Ha leveszed belőle a 300 évet, akkor 1001-ben halt ki. 1001-ben. És nagyon érdekes, mert furcsa összefüggés van, ugyanis Krisztus, tehát Jézus Krisztusról van szó, elindított egy birodalmat a születésével. Szó szerint ugye tudjuk, hogy ő egy pártus király volt, és azt is tudjuk, hogy a magyarok úgy hívták, hogy királyunk, tehát Jézus királyunk. Oké? Tehát nem azt mondták, hogy megváltunk, meg stb., hanem királyunk, úgy hívták a magyarok Jézust, és elindított egy birodalmat, Árpád ház kihalásáig tartott ez a birodalom. Oké? Volt egy 1000 éves birodalma Jézusnak, amit ő indított el. Oké? Tehát ez a fajta dolog, hogy őt fölrakták a keresztre, keresztre feszítették, ez kamu. Oké? Tehát ez kamu. Tehát az utána lévő valláscsinálók, keresztény valláscsinálók, ugye azért feszítették keresztre papíron, papíron, tehát papíron keresztre van feszítve, tehát azért feszítették keresztre papíron, hogy legyen nekik egy olyan, a többi valláshoz képest, egy olyan emberük, aki feltámadt.
Mert onnantól kezdve, ha egy ember képes feltámadni, az több, mint a többi. Világos ez? Mert az összes többi vallásnak nincs olyan embere, aki feltámadt. Mohamed sem támadt föl, és én hallottam saját fülemmel a következőt, mikor egy mohamedán egy keresztényjel vitatkozott, és a keresztény rögtön azt mondta, hogy nektek Mohamed nem támadott föl, nekünk Jézus föltámadott. Papíron, persze. Tehát ami azt jelenti, hogy ugye ebből így látszólag többre lehet értékelni, ugye egy a keresztény kiinduló pontot, akikre a keresztények hivatkoznak, ugye Jézus Krisztus, mint más vallás. Oké, mint mondjuk a buddhisták, buddhára, mert az nem támadott föl. Így van, egyik se. Világos ez, és akkor kitalálták azt, hogy papíron, akkor feszítsük keresztre, és akkor majd föl lehet támasztani, papíron természetesen. Jó? Ránéztem az órára. Hát ennyi fért bele, pedig még szívesen mentem volna itt a jegyzetembe egy kicsit tovább. Izgi téma? No, hát ennyi fért bele. Jó, hát ha izgi témát akartok hallgatni, akkor gyertek a képzéseinkre, és akkor ott izgi témák vannak. Jó, köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretném visszaadni a szólt a házi asszonyunknak, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönöm szépen! Hát köszönjük szépen Szedlacsik Miklósnak ezt a nagyon különlegesen érdekes előadást. Most is meggyőződtem róla, hogy életem egyik legjobb döntése volt, hogy elkezdtem a képzést, és hogy azóta is itt tanulok. Azt javaslom neked, főleg, hogyha már hosszabb ideje nézed az előadásokat, és tetszenek is, hogy hozz egy döntést, és legyen nálunk tanuló. Akár próbáld ki 3 hónapra, a tandíj összege nagyon baráti, pont azért, hogy mindenki számára elérhető legyen, és egyre többen lehessünk, akik a saját és környezetünk életét tesszük jobbá ezzel a nagyszerű tudással. Az első hónap 19.700 forint, a második hónaptól 35 havi árgaranciával csak 9.800 forint folyamatos tanulás mellett. Ugye ezért 30 óra tudás jár havi szinten. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon egyedülálló ár a mai világban, viszont a tudás az felbecsülhetetlen értékű. Gyere közénk, és haladjunk együtt egy jó cél érdekében, egy szeretetteli új társadalmi forma felé, aminek a megteremtésének a lehetőség az egyén kezében van, és nem kívülről kell várnunk. Mert nekünk kell bebizonyítanunk az égieknek, hogy képesek vagyunk jobbá válni, szeretetben, békében, boldogságban és feltétel nélkül együttműködésben élni egymással a földbolygón. Tehát, ha úgy gondolod, vedd fel a kapcsolatot az ajánlóddal, vagy keres egy rokonszenves PPH szervezetet a Facebookon vagy a YouTube-on, és gyere közénk, várunk szeretettel. A szünet után az önbizalomteremtő coachképzésünk következik, amelyen, hogyha szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. Hogyha a új tanulóknak mondom, hogy kérlek, kattintsatok át a honlapon az élő részvétel a coachképzésünkön felületú kék ikonra, és most pedig 30 perc szünet következik.